Június 2-ára írta ki az önkormányzati választásokat Anna Brunel Bittya, köztársasági parlament elnöke. Voksolást 66 településen, illetve Belgrádban tartanak. Vendégem Nadocki Gyula, a köztársasági választási bizottság tagja. Jó estét kívánok, köszöntöm a műsorban. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Ugye a szerbiai képviselőház kedden fogadta el az önkormányzati választásokról szóló törvény módosítását és kiegészítését. Miért volt erre szükség, mi változott? Erre azért volt szükség, mert korábban már kiírták június 2-ára a belgrádi választásokat, és az ellenzék követelése az volt, hogy a többi önkormányzatban is ugyan ekkor kerüljön sor a választásokra, és a régi törvényben 45 napos volt a határidő, ezt a határidőt módosították most 30 napra, és így lehetővé vált, hogy később írják ki a választást, ami azt jelenti, hogy eddig a legrövidebb kampány lesz, ilyen rövid kampány még nem volt, és ilyen rövid idejük azoknak, akik listát szeretnének állítani, ilyen rövid idő még nem áll soha a rendelkezésükre, mint amennyi most fog. Most milyen folyamat követi a választások kiírását? Hát ilyenkor a pártok is, akik listát szeretnének állítani, ugye listát állíthatnak a politikai pártok koalíciója és polgárok csoportja, ilyenkor a dokumentációt össze kell, hogy szedjék, ami szintén egyszerűsödött ezzel az új törvénnyel, ugyanis a jelölteknek kell, hogy legyen választójoga egyrészt, de ezt most már a választási bizottságok ellenőrzik. Másrészt az igazolványuk fénymásolata, illetve ha csipes, akkor egy kihúzott példányt kell rendelkezésre bocsájtani a választási bizottságnak, valamint egy dokumentumot, miszerint elfogadja ezt a jelölést a polgár, és ezt hitelesíteni se kell, és ezen kívül a szokásos aláírásgyűjtés is szükséges. Itt annyi a különbség, hogy itt az önkormányzatok választópolgárainak a számától függ, hogy mennyi aláírást kell gyűjteni a listaállítóknak. Tehát ez változó. Attól függ, hogy mennyi lakosa van, mennyi választópolgár van. Szabadka esetében például mondhatunk? Szabadka esetében mondhatunk, igen, itt 1000 aláírás szükséges, kisebbségi listák esetén 500 aláírás. Mert a törvény úgy rendelkezik, hogy fele annyi kell. Mitől függ, hogy hányos számmal szerepel egy párt majd a szavazó cédulán? Ez mindig a kihirdetés sorrendjétől függ, attól függ, hogy egyrészt hányadiknak adták be. Nyilván ilyenkor az erősebb pártok a jobb pozíciókat célozzák meg, főszabály szerint elsők szeretnének lenni, a legerősebb szokott az első lenni az adott önkormányzatban, ők gyűjtik össze a leggyorsabban az aláírásokat, és utána pedig a kihirdetés sorrendjében, tehát hogyha egyrészt ugye a beadás sorrendje, és hogyha minden rendben van a dokumentációval, akkor a választási bizottság olyan sorrendben köteles kihirdetni, ahogy beérkeztek ezek a listák. Amennyiben valami hiányosság van, akkor esetleg előfordulhat olyan eset is, hogy aki elsőként adta be, de valamilyen hiánypótlásra utasította a választási bizottság, akkor nem lesz első, hanem aki utána adta be, viszont hiánytalanul, akkor őt hirdetik ki először. Volt már ilyenre példa, hogy hiányosan adtak be ilyen dokumentumokat? A köztársasági választások alkalmával ez előfordul gyakran, valamilyen dokumentum hiányzik, általában az aláírások számával szokott a legnagyobb gond lenni. Azt gondolják, hogy minden rendben van. Ez általában akkor szokott előfordulni, amikor már később adják be a listákat. Ők összegyűjtik a szükséges számú aláírást, viszont azok a személyek már más listának aláírtak, és akkor ők nem számítanak bele ebbe az összlétszámba. Milyen feladat vár most a köztársasági választási bizottságra? A köztársasági választási bizottság ezúttal kevesebb munkával fog rendelkezni ennél a választásnál, ugyanis eddig az elmúlt években és az elmúlt választások alkalmával mindig egy időben zajlottak a köztársasági választások és a helyi választások. Olyankor több hatáskörük van, mert olyankor felügyelik valamilyen módon a helyi választási bizottságokat, tehát elsősorban olyan szempontból, hogy a tagok bővített tagságban jogosultak, nem jogosultak, van-e ott lakóhelyük és a többi. Most azonban ez nem így fog történni, ezt a helyi választási bizottságok fogják megoldani, viszont a köztársasági választási bizottság sem marad munkanélkül, mert egyrészt a kormány alakítás fog zajlani köztársasági szinten, ilyenkor több képviselő leszokott mondani, a köztársasági választási bizottság pedig pótolja őket a listán szereplő következő személlyel. Egyrészt, másrészt pedig minden önkormányzat köteles a köztársasági választási bizottság webprezentációját, tehát honlapját használni. Tehát minden egyes határozatot, amit a helyi választási bizottság, községi, illetve városi választási bizottságok hoznak, kötelesek azonnal megjelentetni a köztársasági választási bizottság honlapján. Ez is egy újdonság, a korábbiakban ez nem így volt. Tehát egyrészt kötelesek megjelentetni a köztársasági választási bizottság honlapján, másrészt pedig az önkormányzatok honlapján is. Ez azért fontos, mert amikor az űrlapok meghozatala megtörténik, amin az aláírásokat tudják gyűjteni, és az egyéb dokumentációt átadni, tehát akkor ezt valahonnan meg kell szerezniük azoknak, akik listát szeretnének állítani.
és ezt úgy tudják megtenni, hogy a honlapról kinyomtatják. Ez nagyon fontos egyébként, ezt így azoknak mondanám el, akik listát szeretnének állítani, mert a választási bizottságok csak ezeket az űrlapokat fogadják el. Tehát nem nincsen szabad forma, hanem ezeket az űrlapokat kell kitölteni, és ezt beadni. Beszéljünk egy kicsit a szavazópolgárokról is. Ki jogosult szavazni június 2-án? Minden nagykorú szavazó választójoggal rendelkező állampolgár. Tehát ez főszabály szerint mindenki, aki nagykorúvá vált, és rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal, és az adott önkormányzat területén rendelkezik lakóhellyel. Ez nagyon fontos, és ez abból a szempontból is fontos, hogy a szavazás lebonyolító szervekbe is csak olyan személy lehet, olyan személyt lehet jelölni, akinek az adott községben vagy városban lakóhelye van. Ez elő szokott fordulni, hogy nem így történik, ezt hivatalból ellenőrzi a választási bizottság, tehát átfuttatja a személyi számot a rendszeren, és akkor meglátja, hogy valóban van-e választójog, és valóban rendelkezik-e lakóhelyel az adott község területén. Kell esetleg választói névjegyzékre feliratkozni? Külön feliratkozni nem kell, ez automatikusan történik. Aki június 2-áig betölti a 18. életévét, az automatikusan a választói névjegyzékre fog kerülni, és ezzel egy időben szavazhat is. Honnan fogják tudni a szavazópolgárok, hogy hol adhatják le a voksukat? Esetleg cédulát erről? Igen, a szavazópolgárok egy értesítési cédulát fognak erről kapni. Ezen rajta lesz a szavazás helye, időpontja, és minden a hivatalos használatban lévő nyelven. Tehát ezt Szabadka esetében kötelesek 4 nyelven nyomtatni. És mi van abban az esetben, hogyha valaki nem tud elmenni, igényelheti esetleg, hogy a szavazóbizottság házhoz kimenjen? Igen, a mozgórnák most is működni fognak, ugyanolyan szabályok szerint, mint ahogy azt már megszokhatták a polgárok. 3 nap fog rendelkezésre állni arra, hogy bejelentsék ezt a községi közigazgatási hivatalnál, vagy pedig a választási bizottság telefonszámán, ezt közzé fogják tenni minden városban és minden községben. Ladóczky Gyulának köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.